törpekek, mi ez a zaj? Földrengés! Földrengés! Átszakadt a gát! Mi a magó törpét? Ó, törpekek! Törpapa, törpapa, fogd meg a kezem! Nincs semmi bajod? Nincs, de segítenünk kell a törpieknek. Segítség! Segítség! Törpapa! Törpapa, hol vagy? Jaj, mi lesz velünk? Átszakadt a gát! Ez talán segít. Remélem. Ez megakadt. Jól van. Segítség! Segítség! Törpapa! Törpapa! Segítség! Segítség! Kapaszkodjatok a kötélbe! Ez hihetetlen. Errefelé nem volt földrengés 102 éves ifjonckorom óta. De mi más okozhatta ezt, törpapa? Nem tudom, Ügyi, de ebben a dologban van valami nagyon furcsa. Júj, mi lehet ez, törpapa? Erről halvány fogalmam sincs, törpilla. Ennél több farunkra lesz szükségünk, hogy rendbe hozzuk a gátat. A domb másik oldalán még vághatunk fát. Nem értem, én még sosem láttam ezt a dombot. Jaj, Ügyi-fogyi, olyan kis buta vagy. Egy domb nem keletkezhet csak úgy a semmiből. Hosszú évek kellenek ahhoz, hogy kialakuljon. Pontosan emlékszem erre a tanulmányaimból, és... Várjatok meg! Ügyi-fogyinak igaza van. Tényleg új ez a domb. Mi ez? Földrengés! Földrengés! Nézzétek, ez valami vulkán. Nagyon úgy tűnik. De hisz ez egy kisfiú. Egy kis óriás. Hát, ti kik vagytok? Kicsit magasabbra, Dulifuli. Utálom a magasat. Egy törpnyit jobbra. Utálom azt, hogy jobbra. Egy törpnyit balra. Utálom azt, hogy balra. Nagyon törpös. Törpapa, törpapa. Egy kis óriás van itt. Segítenünk kell neki. Elveszett szegény. Segítsünk rajta. Nyugalom, csend legyen. A törp szerelmére miről beszéltek? Találkoztunk egy kis óriással, akit Simonnak hívnak, és... Megmondtuk, hogy maradj a helyeden. Egyedül éreztem magam. Ő Simon. Eltévedt, és megígértük, hogy segítünk neki hazajutni. Simon, ő pedig törpapa. Örvendek, törpapa. Én is örvendek, hogy megismerhettelek. Ugye segítesz megtalálnom anyut és aput? Persze, hogy segítek. Jaj, de jó. Nem tudom, hol lehetnek. Elmentem játszani, és eltévedtem. Leestem. Igen, Simon, azt vettük észre. Remélem, hamarosan hazavisszük a fiút. Vagy nekünk nem lesz otthonunk. Kedvellek titeket, törpök. Óvatosan, törperős, mindjárt le fog csúszni. Nyugi, Ami, tudjuk, mit csinálunk. La 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 la. Hoppá! Vigyázod! Majdnem összenyomtad a süteményedet. Meg minket? Ki nem állhatom, ha összenyomnak? Ez tényleg az enyém. Köszönöm szépen. Nagyon finom volt. Van még? A manóba a sütemény elég lesz. De mivel meg se kottyant, készítek egy másikat. Remélem, törpapa hamarosan kideríti, hol lakik ez a fiú, különben kiűz minket a saját otthonunkból.
lássuk, csak a törpök élete a földön. Ah, nem. Talán ez jó lesz. Nagy kertek művelése. Ajjaj, már megint jön. Vigyázzat, jön! Simon, mit keresel te itt? A sütimért jöttem. Azt mondtuk, elvisszük neked, tette. Törperős, gyerek még! Hoppá! Jaj, mi történt? Törpapa mindig azt szokta mondani, hogy... Mit is szokott mondani, törpapa? Ne haragudjatok! Csak nem akartam, hogy olyan messzire cipeljétek a süteményt. Ez igen törpös tőled, de nem szabad ide jönnöd a faluba, mert túl nagy vagy. De én csak... Simon, Simon! Nem megmondtam, hogy ne gyere be a faluba. Igen, tudom, hogy azt mondtad, törpapa. Akkor miért nem fogadtál szót? Ne haragudj, törpapa! Én csak segíteni akartam. Meg is sebesíthettél volna valakit. Szóval... Már nem is szerettek engem. Nem arról van szó, hogy nem szeretünk, csak azt nem szeretjük, hogy a faluban vagy, illetve hát, hogy szóval nem egészen így gondoltam. Már nem szerettek engem. Engem nem szeret senki. Félreértettél. Arra akarok menni. Jaj! Az anyukámat akarom! Az apukámat akarom! Anyu! Apu! Maradj az erdőben, én pedig kiderítem, hogy hol laksz. Úgy látszik, öregszem, Cicus. Hetek óta nincs újabb ötletem arra nézve, hogyan pusztítsam el azokat a nyomorult törpök. Semmi ötlete. Mi ez? Ó, micsoda gyönyörű óriás! Nem is a rossz. Zseniális ötletem támadt. Gyere, szíjem, jó! Nem értem, Cicus, egy óriás nem tűned el csak úgy. Itt kell, hogy legyen valahol. Ah! Kerestek valakit? Ó, igen. Képzeld, éppen téged kerestünk, éppen téged. Miért? Biztosan ti sem szerettek engem jobban, mint a törpök. Ó, azt mondta, törpök! Te ismered a törpöket? Igen! Voltál a kis falujukban? Igen! Hát, ez nagyon érdekes! De ők nem szerettek engem! Az bizony nem szép dolog. Pedig te igazán rendes fickó vagy, nem úgy, mint azok a ronda törpök. Nekem tetszel, és remélem jó barátok leszünk. Tudod, én tel is teli vagyok mérhetetlen szeretettel. Az jó. Nagyon tetszik ez a játék, Hókusz Pók bácsi. Szólíts csak Hókusz bátyónak. Kedves tőled, hogy ezt nekem adod. Mindig számítok arra, hogy erre jár egy kisgyerek. Én nagyon szeretem a gyerekeket. Kedves ember vagy te, Hókusz bátyó. Legalábbis megpróbálok az lenni. Játsz csak nyugodtan, rögtön jövök, és ne feledd, mindig hívjál csak Hókusz bátyónak. Aj, hogy tudják elviselni magukat a kedves emberek? De ez a kedvesség most mindent meg fog oldani. Amint hatalmamba kerítem ezt az óriás palántát, arra fogom felhasználni, hogy elpusztítsa a törpöket. Csak
Az a baj, Siamiaú, hogy ez az óriás gyerek túl... Fúj, jóságos ahhoz, hogy bántsa a törpöket, még akkor is, ha megbántották. Más módszerrel kell rávennünk erre. Ez varázsgyűrű. Igen, az, Simon. Ha fölveszed, azon nyomban hazáig fog vezetni. Ó, köszönöm, Hókusz bátyó. Nekem még sosem volt ilyen jó barátom. Kérlek, ne haragudj rám. Vedd föl a gyűrűt! Jól érzed magad? Igen, jól, mester. Reméltem, hogy így is lesz. Ha-ho, Simon! Ó, törpapa, Simon szőrészálán eltűnt. Ne aggódj, meg fogjuk találni. Én megmondtam. Szia, Simon! Törpapa már tudja, hol laksz. Maga jött rá. Az egyik könyvének a segítségével, de ebbe persze az én segítségem is benne van. Maradj csendben, itt valami nem stimmel. Minden a legnagyobb rendben van, törpapa. Jaj, hókuszok! Meneküljön! Utánuk, Simon! Most aztán egyszer s mindenkorra végedek van. Jaj, hol vagyunk, törpapa? Fogalmam sincs. Azaz, hogy már sejtem. Azt mondtad, tudod, hogy merre felé van a falujuk, te óriás bébi. De már nem emlékszem, Hókusz bátyó. Hogy lehet valaki ekkora aggyal ilyen buta? Hogyan kerítette hatalmába Simont, Hókuszbók? Nem tudom bizonyosan, de ki kell derítenünk. Már láttam a falujukat. Olyasmit keres, ami messziről úgy néz ki, mint egy gombatenyészet. Igen, mester. Arra! Menj arra! Abba az irányba! Igenis, mester! Most már értem. Hókuszpok gyűrűjénél nagyobb gyémántot kell szereznünk. Sikerülni fog, törpapa. Legyetek ügyesek és óvatosak, törpikéi! Mindjárt odaérünk, ügyi. Mikor érünk már oda? Várj, várj! Arra van. Mi van? Ott van a törpök faluja, hát nem látod? Apraja falva! Ugye nagyon messze vagyunk a falutól. Törp léptékkel ide. Simonáé! Figyeljetek, törpök! Itt a nagy hókuszpók beszél. Törp papátokat és még néhány társatokat már rég foggyul ejtettem. Adjátok meg magatokat, vagy elpusztítom a falut. Igen. Simon, pusztítsd el a falut. Muszáj, mester. Persze, te nagy mamlasz. Ha azt mondom muszáj, akkor muszáj. Simon, hagyd abba! Jól van, kedves Simon! Most fordulj jobbra! És indulj előre! Várj! Hova mész? Azonnal állj meg! Azonnal gyere vissza, te nagy! Na majd később foglalkozunk vele, cicus! Hát a törpök? Na, csak hogy végre elpusztítottuk ezeket a nyavajás töpörödött gombákat!
gombákat? Jaj, nem! Ez nem igazság! Szia, Mia, ez nem igazság! Ezek csak gombák! Terpapa, te honnan tudtad, hogy egy jókora darab drága kővel majd irányíthatod Simont? 553 évem alatt megtanultam egyet-mást ügyikén. Olyan jó volt nézni, ahogy Hókuszpók elszaladt Simon elől. Igen, ahogy mi is elszaladtunk előle. Ez csak azt bizonyítja, törpjeim, hogy a nagyság bizony relatív dolog. Az mit jelent, törpapa? Azt, hogy ami nekünk nagy, az Hókuszpóknak meg kicsi. Ami pedig nagy Hókuszpóknak, az kicsi Simonnak. És ami nagy Simonnak... Törpapa! Törpapa! A térkép szerint jó irányban haladunk az óriás családja felé. Biztosan ott vannak Simon szülei. Lehet, hogy Simon még most is haragszik ránk, úgyhogy nem oldom fel a varázslatot, amíg oda nem érünk. Csak így tovább. Igenis, mester. Éhes vagyok, törpapa. Én is. Én is. Én is. Jó az irány, főtörp. A térkép szerint áfonya ültetvényhez közeledünk. Balra át, Simon! Igenis, mester! Remélem, oda találunk, de előbb még egy folyón is át kell gázolnunk. Na, ne mondd, főtörp! A manóba. Sőt, egy vulkán mellett is el kell haladnunk. Mondod, nem tudtam volna. És még egy meredek sziklán is fel kell másznunk. Tedd már el azt a könyvet! Igen, törpapa. De jó lenne egy kis áfonyát enni, törpapa. No, az nem fog menni. Azt hiszem, még egy ideig éhesek maradunk. Na, de meddig? Ki nem állhatom, ha éhes vagyok? Nekem van egy ötletem. Mondjad, Ügyi. Kiszámítottam, milyen messzire vannak innen a bokrok. Sikerülni fog. Megkaphatnám azt a drága követ, törpapa. Egyet lépj előre, Simon. Most pedig ugorj egy nagyot! Parancsol még valamit, mester? Nem, de nagyon ügyes voltál, Simon. Törpös ötlettel álltál elő, tudtam, hogy rád mindig számíthatok. Kösz, törpapa. De legközelebb mondd el pontosan, hogy mi a terved. Gyertek, törpikéim, kövessük Simont, haza kell vinnünk. Megtaláljuk, szia, miau. Csak figyeld a... Jaj! A lábnyomait. Nelson, szegény kisfiunk. Ne aggódj, Lídia. Hamarosan elő fog kerülni. De hisz kerested mindenütt. Addig keresem, amíg meg nem találom. Itt laksz, Simon? Igen, mester. Ó, ez sikerült, törpikéi. Hurrá! Hála a törpedeknek! Hurrá! Hurrá! Lehet, hogy álmodom. Köszönjük! Köszönjük, törpapa! Köszönjük mindannyiótoknak. Reméljük, Simon máskor nem fog eltévedni. Utálok eltévedni. Olyan jó újra itthon lenni, gombóc. Psst, Simon! Hókusz bátyó! Sst! Mit csináltál a törpicsekekkel? Adjuk ezt, Hókusz bátyó! A törpök a barátaim, és ők jók voltak hozzám. Te igaz, hogy ajándékokat adtál nekem, de egyáltalán nem voltál jó hozzám. Miket beszélsz te itt?
Ki töltötte tele a fejed ezzel a butasággal? Apu, ez itt Hókusz bátyó. Ó, Hókusz bátyó. Hát, én azt hiszem, hogy már el is megyek. Örülök, hogy találkoztunk. Jaj, utánuk, gombóc! Bántanának engem, szegény kis hókuszpókot! Ezeknek az óriásoknak teljesen elment az esze! Elkotlott téged, te gonosz varázsló! Aha, most már értem, mit jelent az, hogy a nagyság relatív fogalom. Okos vagy, ügyifogyi. Milyen jó dolog az, hogy Simonnak jó nagy minden rokona.